Tolna megyében az összbűncselekmények 60%-át jellemzően a lopások és a vagyontárgyak eltulajdonítása teszi ki. Ezért a tolnai magházban szervezett egészséghéten a rendőrség munkatársai arról tartottak előadást, hogy hogyan óvjuk értékeinket. Bűnmegelőzésről, amit színesítenek a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kisfilmjei, és a kisfilmekből levonhatott tanulságokat beszéljük meg a hallgatósággal. Elsősorban a szépkorúaknak, akik gyakran válnak áldozattá, főleg trükkös bűncselekmények áldozataivá, néhány olyan tanácssal szeretnénk szolgálni, mivel el tudják kerülni egyébként a bűnözőket, illetve azokat az eseteket, ahol ők áldozattá válhatnak. De hát lesznek itt fiatalabbak is, remélem később, többen is, nekik is egyébként számos olyan tanácssal tudunk szolgálni, ami egyébként tulajdonképpen a bűncselekmény elkövetésétől eltántoríthatja őket, vagy pedig az áldozattá válástól szintén. Elsősorban, tehát itt Tolna megyében jellemzően a vagyonelleni bűncselekmények dominálnak, legnagyobb számban azok fordulnak elő, tehát olyan 60%-át teszik ki az összbűncselekmény számnak, ritkábban, jóval ritkábban fordulnak elő erőszakos személyelleni bűncselekmények, és nagyon-nagyon ritkán életellenes bűncselekmények, ami egyébként Tolna megyében régóta egyébként tendencia és jellemző, szokták mondani, hogy a béke szigete. Valóban ennek nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy mi rendőrök azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon speciális és jó helyzet. Ennek több oka is lehet, egyrészt a lakosság is kellő éberséggel figyel arra, hogy elkerüljék a bűncselekményeket, másrészt azt gondolom, a rendőrség is teszi a dolgát, és jól teszi, összességében pedig a megyére ez mindig is jellemző volt, és remélem, hogy majd így is fog maradni. A bűnöző gondolkodását ismerhették meg az érdeklődők a rendőrségi előadáson levetített rövid filmekből. Ennek köszönhetően sokkal körültekintőbbek lehetnek adott helyzetben a lakosok. A nyugereket gyakoroljuk? Több tiszteletet az időseknek, belőlük élünk. Na, öltözünk át. Hú, mennyi minden van itt. Számos ládák. Milyen bánatot csinálsz? Kokártozni mész? Kipakoljuk az időseket, nem? Nem ninja vagy, te szerencsétlen. De az arcunk. Emlékszel te akár egyetlen gázóra leolvasó arcára? Na ugye? Zöld kézbesítő. Fehér festő overall. Kék kantáros overall. A szerelő az hatóság. A melós ruhába vagy bárhová beengednek. Igazolvány nem kell. A mi igazolványunk a kantáros nadrág és a magabiztos fellépés. Ha mégis kérik, az arcába mutatod így. Busz bele. Ha gyorsan mutatod, akkor nem látják. A lényeg, hogy ne kérjék el. Én leszek a nyugger. Jó napot, kedves uram! Jöttem leolvasni a gázórát. Milyen órát? Gáz, víz, villany, kakukkos óra, minden, ami van. Ez az. Lekötöd a bácsi figyelmét, amíg én pakolok. Hagyod beszélni. A lényeg, hogy bejussunk a lakásba. A rövid filmek levetítése után közösen átbeszélték, hogy milyen megelőzéseket tehetnek a helyi lakosok, hogy óvják saját maguk és vagyontárgyaik biztonságát. Ez azért nagyon fontos, mert azért az emberek 99%-a bűnözőként nem éli az életét, és nem is nem tudja beleképzelni magát a helyzetébe. És hát azok a szélhámosságok, azok a csalással elkövetett bűncselekmények, amelyek megfordulnak egyébként a bűnözők fejében, hogy lehet egy ilyen élmény, hogy tényleg erre én nem is gondoltam volna, és tényleg erre is oda kell figyelnünk, hogy legközelebb velünk ez ne történhessen meg. Időnként zavar egyébként ez a jelző, mert nagyon sokszor a szépkorokra rásütik, hogy egyébként mindenféle fogyatékosságuk van, és emiatt egyébként könnyebben válhatnak áldozattá. És én az a helyzet ez ellen magam személy szerint tiltakoznék, ugyanakkor az tény, hogy az életkor előrehaladtával több olyan dolog változik az ember szervezetében, gondolkodásában, mozgásában, ami egyébként sebezhetővé teszi. Ezt azért el kell, hogy fogadjam én magam is, és azt gondolom, hogy a velem egykorúak is szerintem elfogadják. Ezzel tisztában kell lenni, és ennek megfelelően kell egyébként megfelelő ellenintézkedéseket tenni, hogy ne váljanak áldozattá. Tehát akár egy bevásárláskor, akár az utcán mozgás közben, táskára, értékekre, pénzre figyelve,
hogy ne legyen az, hogy éppen azért, mert valaki nem tud rendesen mozogni, vagy kevésbé fit már, mint egy fiatal, hogy egyszerűen föllögik az utcán és elveszik a táskáját. Tehát ilyenekre gondol. Illés László, a Tolna megyei bűnmegelőzési tanástitkára családjában megtörtént eseményekkel is alátámasztotta, hogy nehéz gyorsan reagálni egy nem természetes, a bűnöző által előre jól kigondolt helyzetre. Egy édesanyám, aki 85 éves, közlekedett személygépkocsival Dombóváron, egy stopptáblánál megállt, ott egy fiatalember beugrott az autójába, és mondta neki, hogy vigyel ide-oda is. Anyám leblokkolt, elindult, és közben a fiatalember pedig elkezdett mutatni a női táskába, hogy onnét kivegye az értékeket is, és teljesen tehetetlen volt. Ő vezette az autót, figyelt az útra, és a végén átgondolta a helyzetet, megállt hirtelen, és rákiabált az illetőre, hogy azonnal adja el a kocsit, és közben nem tudta még ellopni a pénztárcát sem, és akkor hát ez volt röviden a történet, hogy ilyen is előfordulhat, bármi előfordulhat, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk másokra, vigyázzunk értékeinkre. A személyes vagyontárgyaink megvédésében mi magunk is fontos szerepet játszunk. Nem támaszkodhatunk kizárólag a rendőrség munkatársaira. Körültekintően kellő odafigyeléssel óvjuk értékeinket.